és indítom a felvételt, és aztán uh, mehet a, a szavazgatás. 2024-es év, évjátékai jelöltek. Milyen kategóriák vannak? Nézzük először azt. Game of the Year szavazással kezdünk? Mm. Best Game Direction, Best Narrative, Best Art, Best Score, Best Audio, Best Performance, Innovation and Exhibition... Hú, uh, rosszul leszek. Games for Impact, Best Ongoing, Best Community... A Best Ongoing az így kb. mindig ugyanaz, nem? Minden évben. Best community, best independent, best W, best mobile, best VR, best action, best adventure, best RPG, best fighting, best family, best film, best esports. E, e, ezt, ezt a kategóriát egyébként egy-egybe kivenném a faszomba, úgy, ahogy van. Aztán már látszik a teljes új bajuszka, be van festve. Best multiplayer, best adaptation, best, uh, sőt, most anticipated game, uh, content creator, best esports. Ezeket a végét azt ki fogjuk hagyni szerintem, mert hogy azokat nem vágok semmit. Na, Like is csengőcske! Az lesz az. Mmm, akkor mehet, go! Game of the Year Recognizing a Game that Delivers the Absolute Best Experience Across All Creative and Technical Fields. Äh. AstroBot, Balatro, Wukong, Eldering DLC, Final Fantasy VII Rebirth és Metaphor uh, Refantazio. Na, ezek közül nekem. Azt robottal nem játszottam, de ha az jól tudom, az még mindig PS exkluzív. Úgyhogy nálam alapból, amivel a God of War sem nyert annó Game of the year mert exkluzív tartalom volt, ezért nekem még most se. Balatról elvileg egy elképesztően jó roguelike. Indigém amúgy, és elő van a Game of the Year, -re, szóval szuper, szuper pog. Uh, nem játszottam, de az nekem nagyon ilyen perszónás feeling, ami nekem nem jön be. Final Fantasy VII Rebirth, az nekem egy remake, megint egy fura dolog, hogy, hogy Game of the Year, de mindegy. És akkor a Shadow of the Earth 3, az meg egy DLC Game of the Year. Uh, uh, uh. Úgy érzem egyébként ez a Game of the Year szavazás, ez most elég, elég, eléggé, hát... Nem tudom. Ilyen gyenguszka. Csákrapi, kösz a 38-ast. Pű! Kösz szépen. Hát, ezek közül nekem vagy Balatró, vagy Vukong. Azt is elmondom, hogy miért. Astro az PS exkluzív, hiába nagyon jó, de igen, PS exkluzív. Ne gyerjen már Game of the hogyha nem lehet hozzáférni. Elden Ring, baszik, kurva jó, 10 per 10, de passzik egy DLC. De teljes játéknak is megállja a helyét, de ez egy DLC. A Silent Hill hogy nem került ide? Hát remake. Úgy. De mondjuk a Final Fantasy 7 az meg itt van, tehát... Nem tudom. Metaforra meg nem játszottam, igazából. Tehát exkluzív, DLC, remake, nem játszottam vele. Szóval nekem vagy Balatro, vagy Wukong. Stellar Blade Stellar Blade-nek esélye volt a izére, Game of the year -re nagyon jó játék volt, nagyon jó gameplay el nagyon, nagyon, jó, nagyon szép csöcsökkel, de a szerintem über szar volt. Igen, 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 pontosan Martin. Tehát hogy ez egy DLC még mindig, tehát ez egy, ez, egy, ez egy downloadable content, ez egy extra tartalom az eredeti játékhoz. Én neki nem adnám a, 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 a Game of the Year címet, de valószínűleg Valószínűleg ez lesz egyébként, mert a, a legtöbb szavazó egyébként úgyis erre fog szavazni. Úgyhogy ja. Balatró vagy Vukong? Balatró egyébként iszonyat ilyen uh, gambling játék, amúgy gyakorlatilag pókerezni kell benne. Egy indi játék, de végtelen taktikával, meg, meg, ügyességgel, és elvileg szuper beszopkod. Ha, Balatró vagy Wukong chat, az a kérdés. A Wukong amúgy nagyon-nagyon jó volt, tényleg, tényleg szuper volt amúgy, nekem nagyon, 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 -nagyon élveztem. Nem mondanám egyébként, hogy Game of the Year amúgy, de... De ja. Ha itt lenne, a 40k szavaznék rá? Yes. Mondjuk a Wukong sok innovációt nem hozott, azon kívül, hogy szép volt, meg jól nézett ki. Igazából csak egy sima action RPG volt. Igen, ez egy, ez egy, ez egy kifejezetten uh, gagy. év. Jó, Balatró lesz. Balatró, Next category. Best Game Direction. Awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design. Innováció a, a játékvezetésben. Ha. Hát ezek közül amúgy megint a balatról, nem? az nem hozott semmi újat, az, az igazából új bosszok, meg, meg, ennyi. Tehát, hogy nagyon újdonság nem volt benne. Egy-két új fegyver. Hukong, igen, egy sima action RPG. Astrobot, egy sima izé, family game amúgy, ami egy ilyen, ilyen kis, kis action adventure. A metafort lehet, az, hogy kiadtam, és nem nagyon vágom, az kicsit zavar amúgy, de ö, igazából az csak az artja miatt nem fogott meg semennyire. Nagyon szép, Dantyi. A Final Fantasy 7 meg így. Hát, igen. Remake. Még lehet másképpen játszani, az egyébként egy jogos dolog, de beszéljünk itt megint balatról. Next. Legjobb narratíva, storytelling. Ha... Nem. Tehát semmiképpen a Final Fantasy 7, amúgy nekem még mindig nem. Ishin, ugye? E... Eh, eh, eh. Lehet, hogy jó a sztoria, amúgy attól függetlenül. Megint kimaradt. De bazzik, ez mindenre van jelölve egyébként a metafor? Ez, ez a izé, ez a 2023 jója vagy mi a tököm? A szerű amit hallottam róla egyébként, hogy borzasztó rossz volt a storytelling je a Silent Hill 2 az viszont nagyon jó volt, viszont én az utolsó négy órában jártam, vagy öt órában, körülbelül minden második mondatom az volt, hogy mi a fasz történik, de viszont érdekelt végig, úgyhogy a Silent Hill nekem, a Silent Hill 2, nekem, az így, az így legit. Na úgy. Új vinul 0 15 jó, 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 Ja, szerintem Silent Hill 2 egyébként a narratíva alapján. Nekem tetszett. Összes többi az nekem nagyon nem. Se a Final Fantasy, se a Like a Dragon, se a, izé, a Persona kópia, a Szenő meg hát nem tudom. Nem tudom egyébként miért van mindenki oda érte. Szerintem semmi extra amúgy, de mindegy Silent Hill, go. Best Art Direction. For outstanding a creative and or technical achievement in artistic design and animation. Whoa. Na itt nekem kettő. Nekem itt kettő, ami megfog. Vagy a neva, vagy a Wukong. robot már azért létezett, az aszrobotnak úgy a második része, vagy nem is tudom, a harmadik, tökem tudja, majd Martin megmondja. De hogy az így, hát nem extra. <laughs> az egy tükör. De inkább szavazzak a Vukongra, mint az Elden Ringre amúgy. Artistic designba. Hát... Hmm. Én nem hiszem, hogy a fogok. Hát, megnézhetnék egy gameplay videót, igen, de most ezek közül egyébként, hogyha a világteremtés és art animációk sokkal több idő és munka ment bele, szerintem, mint a nevába, mind a, a Wukongba, mind a, a Shadow of the Earth-be. igazából, hát ja, első, első ránézést, a Nevo és a bukong, de amúgy az Earth hogy belegondolok az Elden az így, így, nagyon durván néz ki. Mint világ. Animáció szempontjából egyébként a, a, a szerintem kicsit jobb volt amúgy, csak abban meg limitált egyébként az animációk. Milyen az Elden Ring? Megérdemli egyébként. For Outstanding Music, Inclusive Score, Original Score and or Licensed Soundtrack. Hát ezek közül aztán pláne nem tudom, hogy melyikbe volt jó zene. De ez egy nehéz kérdés. Ez talán még de jó volt a zene? Lehet, hogy ugyanaz, mint, ugyanaz, mint az alapgamesz, de nem az volt a kérdés. Bele kell hallgatni, Lol. Persze, most belehallgatok mindegyikbe. És majd eldöntöm egy darab szám alapján, hogy hogy alkalmazkodik a játékhoz. Sztelládban azért gondolom, hogy nagyon sok zene van, mert iszonyat koreai a game egyébként, és gondolom minden átvezető tele van, tele van baszva zenével. Ugyanúgy a metafora is igaz szerintem ez egyébként, hogy ott is tele van kurva zenével. Silent I mean, Jó, meg minden, de hogy... Aha. Mm. Menjen a Sztellád Bén. Menjen a Sztellád Best Audio Design. Na az audio design az már nem a zene, hanem a hangok a játékba. És ugye nyilván tudjuk, hogy a Kod nem fog nyerni. De Ö... hát ezek közül Silent Hill. A Silent Hill 2-ben egyébként kurva jók voltak a hangok. A Silent Hill-ben nagyon-nagyon jók voltak a hangok. Azt mondom, nem tudom, hogy még mit számítanak az audio design vagy nem tudom, hogy milyen, milyen fajta audio design -ok vannak, amitől kurva jó lesz, de... Én Silent Hill 2-re nyomnék egyébként itt egyből. Boom. Best performance. Ay. Luke Roberts volt a izének a hangja? Most meg kell néznem. Az arca is? Mi tényleg hasonlít? Hát ezek, tehát, jó, végigmegyek. Szerű, az Hellblade, Szerű az, uh, szag, az a Hellblade, a Sacrifice, vagy szaga, vagy miatt a ez Hellblade 2, ez semmiképpen nem. Biztos nagyon jól átvitték a karakterét, de hogy így biztos, hogy nem. Star Wars Outlaws, hogyha van három per 10-es játék, akkor az az. Life is Strange, nem játszottam vele, viszont nem úgy érdekel. A Final Fantasy meg szintén így. Yeah, egy, egy túlbuzgó japán kislányt kell alakítani Silent Hill. Uh, innovation in accessibility.: Here's a category I got see. Nice. Recognizing software and/or hardware that is pushing the medium forward by adding features, technology and content to help games be played and enjoyed by an even wider audience. Ha! No. Hat. Ugye itt az, hogy minél több emberhez el tudja jutni a játék, és annak az innovációi. Uh, kod semmit nem tett le, csinált egy kod ami miben merül ki, elindít a Steam-en a játékot, elindul a kod hákú, leséderel, elindítod a multiplayer-t, kilép, elindítja a multiplayer-t, leséderel, aztán rájössz, hogy amúgy zombival akartam menni, úgyhogy kilépek a játékból, mert elindítja a zombit, megint lesédelel, T Tök jó, kod kod semmit nem hozott. Diablo 4 mit hozott? Lehet telefonon játszani a Diablo 4-et már, vagy mi van? Ez nem az a lényeg, itt nem, nem a játék nehézségéről van szó, hanem hogy mennyi emberhez tud eljutni egy adott játék. te, te Semmi, te, igen. Diablo 4, a Blizzard és a Battle.net az így, nem semmit nem csinált. Dragon Age, Velgárd... Elmondom nektek, hogy ez miért van itt. Ez azért van itt, hogy a helikopterként azonosuló kislányok is tudjanak játszani a játékkal, és élvezhessék. Semmi, de semmi értelme az egész játékban, az egész non-binary, meg ilyen fasságnak, de bele van erőltetve, és ez csak azért van itt. Legalább kapott itt egy helyet ez a rakásszar. Nulla. Tehát ez... De hogyha a Dragon és a Velgár well nyeri a Game Awards-on ezt a díjat, az nagyon sok mindent elmond a társadalomról. Nem vidi a kooperáció, segítette? Mit? Prince of Persia, The Last Crown, Ubisoftos játék, Ubisoft, amúgy az egyetlen jó Ubisoft játék körülbelül az elmúlt évben. Uh, ja, nem tudom, Star Wars Outlaws, az és így mit segített abban, hogy így ö, tudja játszani. Volt, volt, volt bármelyikben ezekben olyan, ami így segítette azokat egyébként, akik ö, hátrányos helyzetben vannak? ezek közül ez egyetlen, egyetlen dolog, amire tudok gondolni egyébként, az, a, az vagy a Diablo 4, vagy igazából kettő akkor, vagy a Prince of Persia, mert a Prince of Persia azért akár egy is elfut, és kurva élvezhető. A Diablo 4 meg igazából vagy hogy nem ugyanez igaz erre is. Csak az meg szár. Hát, igazából, Martin, az a baj, hogy amit írsz, az tök jó, csak az a baj, hogy itt van egy olyan mondat, hogy To help games be played and enjoy by an even wider audience. És az even wider audience-be beletartoznak a helikopterek is. Feel me? Tehát itt nem nem, nem az számít egyébként, hogy hátrányos helyzetek megjelenek. Ők is persze, csak hogy itt ugye beleszámít most, most a, a, a nagy, nagy debate egyébként. Igen, igen. Hát, ha szavaznom kéne, akkor vagy Diablo 4, vagy Prisop de amúgy a Diablo 4-re nem akarok szavazni, mert igazából a Blizzard semmit nem, érdekel, nem érdemel, úgyhogy pop. Uh, games for Impact. For a thought provoking game with a pro social meaning or message. Egyébként ide beletettem volna a Silent Hill 2-t amúgy. No joke. Már a sztori alapján is. Nem vágom Closer the Distance-t. Indikát. Igen, nem vágom, de nem is nagyon érdekelt, hogy őszinte legyek. Neva elvileg jó amúgy, Life is Strange elvileg jó amúgy, szerintem gagyi, nem vágom. <coughs> szóval, hogy ezek közül kéne választanom, akkor <coughs> vagy Neva, vagy Life is Strange. <coughs> A Neva már csak azért, mert hogy kisebb stúdió egyébként csak arra szavaznék. Ja, inkább, inkább neva. Na, go next. Best ongoing. Nincs itt a Fortnite. Mi? Na jó, de nem ott van, hogy ne lenne ott. A world game for outstanding development of ongoing content that involves the player experience over time. Na! Destiny 2 biztos, hogy nem, mert ezek az utóbbi kettő évben kurva szar. Diablo 4 kijött hozzá egy DLC. tudsz farmolni megint tök fölöslegesen, és semmit nem tudsz vele kezdeni. Final Fantasy 14. I mean, az az MMO, ugye? Az online. Helldivers mondjuk elkurták, de Helldivers? Helldiversre pont azért nem szavaznék egyébként, mert, 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 a végtelen fiaskó a Sonyval, a nerfek, a, a community blame nekem a Helldivers 2 nem. Ja, az az MMO. Aha, Hát a Final Fantasy 14 mmo mindenki azt mondja egyébként, hogy alapvetően jó, én nem játszok vele, úgyhogy nekem marad a Fortika. A Fortikában meg majdnem minden, minden két hónapban jön valami. Szóval nekem, nekem Helldivers nem, marad a Fortika. A Fortika azért minden évben itt van, nagyon durva. Best Community Support. Recognizing a game for outstanding community support, transparency and responsive, inclusive social media activity and game updates, patches. I mean ez no, ez így no, brain, ez így konkrétan semmi, nem kell gondolkodni hozzá, nem? Közben kaptam egy izé brain damage-et én is. Tehát, hogy kijött hozzá a mod support, folyamatosan updateelik, beszélgetnek a communityvel, Egy vagy négy? A Helldivers 2-nek adnád a community supportot? Hogy? Hát konkrétan a játékosok szájába szartak be ezek a sok nerfel, meg leszarták, hogy ki mit mond. Ja, No Man's Sky. Hát, a Hello Games, az nem tudom, mit csinál egyébként. Én őszinte leszek, nekem a Hello Games, amikor kiadnak egy update-et, ö... tökre meglepődök egyébként, mert azt hittem, hogy már nem lesz több update a, a No Man's Sky-hoz. Aztán csak így semmiből, így hopp, új trailer, új, új content. Ami egy nem nem jó ö, 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 beszélgetési alap, hogy, hogy nem tudsz róla, és csak úgy megjelenik. Pedig azért követed őket. <kül> De a No egyébként amúgy attól függetlenül kurva nagy utat tett meg és nagyon, -nagyon jó, lett, jó lett a játék, de hogyha a, hogyha a beszélgetés és a, a, a játékosok közötti kapcsolata a fejlesztőkkel, akkor balduzgét. Kb. egyértelmű. Best independent game. Az a baj, ez is, ez is izé, uh, no brainer. For outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Animal Well az azt hiszem a izének, a, a videogame dunkinak a stúdiójának a játéka, ugye? És elvileg az is amúgy így fan meg minden. A Lorelai. And the laser eye. Én azt nem vágom. Lorelai. Az indie egyébként bazeg már, már szárnyalniuk kéne. Az összes AAA játék, a húgy, az lehúzhatná a Nagyon jó stílusos puzzle game? Á, hát a puzzle game egyébként azért uh, megállítják a dolgokat elég, eléggé, eléggé durván. De ja, is egy kicsit ilyen izés, ilyen, uh, ilyen perszónás uh, alapja van, ahogy nézem a képeket. Nekem egyébként innen Balatról amúgy, de így kb. egyértelmű. Tehát hogy az, az, jelölve van a legjobb játékra is, az egy indie game egyébként, még, még, igen, tehát még egyszer indie game kategória van jelölve legjobb játéknak az évben. Nagyon furcsa. Uh... Ja. Nincs nekem Balatró. Best Debut Indie Game. Ó, oh, de jó! Ó, oh, de jó, hogy ez itt van. For the best debut game created by a new independent studio. Első játékuk volt, ha jól tudom, a, 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 az Ironwoodnak, nekik, a Pacific Drive, és minden másodpercét kurvára élveztem. Tehát, hogy ezek közül kéne választanom, akkor a Pacific Drive, de amúgy ezek így köbben mind jó. Az Animal is jókat hallottam, a Balatró az így kiemelkedő, a Manor Lords is kurva jó egyébként. Annak, aki élvezi azt a játék stílus, de szerintem amúgy bárki másnak is, mert amúgy tökre jól néz ki és nagyon élvezhető. Plucky Squire is kurva jó szerintem, az is így változatos. Uh, de így szerintem ez, ez, a kategória az így úgy, ahogy van, tökéletes. A, viszont a Pacific Drive nekem az így, úristen, tehát nem is tudom hány órát töltöttem. És meg is nézem, kíváncsiságból. Pacific Drive. 31 óra egy indie az itt teljesen jó. Úgyhogy ja. Szerintem az elég jó. Pacific Drive mar maradhat. Ah. 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 játékokat is kell díjazni. Micsoda. AFK Journey, az nem tudom milyen, ráttam belőle száz fajta ö, reklámot, persze szarában tolva, Balatról tudjuk, Pokémon Trading Card Game Pocket, faszom tudja, Wuthering Waves, Gacha Game, Zenless Zone Zero, Gacha Game, Hát az, hogy a mobiljátékok kategóriát is díjazzuk, az fáj ennyire, de hát mindegy, tök jó mobiljátékok. Lehet kippelni is, tudom sefi, köszi. Hát az ellenzón zíró az amúgy végtelen fan, meg minden, csak hát gacsa game, bazzáig. nem feltétlen adnám. Úgyhogy pokémon ja, Pokémonnal meg, tűző, mikor Pokémonoztam utoljára, így kb soha. nagy a marketing mögötte. A AFK semmiképpen nem adtam volna. Ez, biztos lehet benne. az Geo! Hát én a Pokémonokat azért, azért se alapból, mert hogy így Nintendo és így az egész játékpiacot majd, nem tönkre teszi. Balatró az mindenhogy van. Tehát itt vagy Balatró, vagy ZZZ nekem. De zzz -nek nem akarom vanni, meg Gacsa Game amúgy, de igazából én tökre élvezem. De meg a Balatró az meg így hát elhoz mindent is szerintem ebbe az évbe. Úgyhogy ja, marad a Balatró. Best VR és AR, Augmented Reality. Szerintem itt nem akarunk szavazni. Se, se V3, se a AR experience nincsen. Fasz. Go. Na Best Action Game! Hú -hú! Na ez egy kategória! For the best game in the action genre, focus primarily on combat. I mean, mindenki tudja, hogy nekem mi lesz a szavazatom. De a Fukong is nagyon jó. Kothat. Zombia jó. Hell Divers 2 is amúgy jó volt nagyon az elején. Stellar Blade is amúgy jó. De hát, ha itt ha itt lehet uh, szavazni, itt nem a csöcsökre szavazunk, itt a tesókra szavazunk, és ez tök egyértelmű. És azt el is kell vinnie... Mondjuk amúgy nagyon erős kategória volt amúgy Best action adventure Na nézzük, for the best action adventure Game combining combat with traversal and puzzle solving Ooh. 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 The Legend of Zelda egyébként uh, Echoes of Wisdom is nagyon-nagyon jó elvileg de amúgy, amivel én itt játszottam, az a Pop, a Silent Hill és az Outlaws. Az Outlaws az semmiképpen, az egy kategóriát nem kéne, hogy nyerjen, mert annyira rossz. Azt robot amúgy nagyon jó, csak PS Exclusive, megint. Silent Hill 2 nagyon jó volt, kurva hosszú, de amúgy ezek közül, amit én élveztem, az a Pop. Az a, az a Prince of Persia. A Prince of Persia The Last Crown egyébként az egy kurva jó játék volt, hogy aki nem játszott vele, annak ajánlom csak. De ezek közül egyébként van három jó is. Vagy négy jó is van. Igazából ez az egyetlen ami így körülbelül eltakarodhatna a pícsába. Az összes többi amúgy nagyon jó. Úgyhogy nekem izé nekem pop. Hát úgy kaszálták el, hogy nem lett elég eladás belőle, mert az emberek ö, nyíktak, hogy ők nem ezt akarták. Úgy, úgy kaszálták el. Pedig amúgy kurva jó volt. Best RPG. Uh, for the best game design with the rich player character customization and progression including massively multiplayer experiences. Dragon's Dogma 2 is nagyon jó, de nekem nagyon unalmas volt valamiért. Nem tudom, nem tudtam átszellemülni azzal a játékkal, az itt nem én voltam. Pedig amúgy láttam, hogy tök, tök, sok újdonság meg érdekesség van benne. Eldering az kurva jó, Final Fantasy 7 Rebirth. Uh, eh. Isshin szerintem gagyi, metafor, meg eh, nem játszottam vele, úgyhogy Elden Ring. Best Fighting. Te ez mit keres itt? mi a fasz keres itt? Ennyire, ennyire rossz, izé, ennyire rossz, rossz évük van a fighting gameseknek? Ugyanaz. Ishin, Like a Dragon, szarok rá. Ugy ugyanaz mindegyik. Uh... Egyetértek egyébként, a Star Wars outlaw úgy konkrétan jelölni se kellett volna semmire. Az, az annyira rossz volt az a játék. Na, best fighting. Dragon Ball Sparking Zero, eh, amúgy jó, meg minden Dragon Ballosoknak, de szerintem ugye a harcrendszere így nekem annyira nem jött át. Kicsit ilyen, ilyen genzéféle izé van össze-vissza De mondom, lehet, hogy csak én, én látom így, mert hogy én nem vagyok annyira nagy, izé, nagy uh, fighter uh, ezt nem vágom, micsoda. Fingom nincs. Marvel vs. Capcom, úgy, az szerintem mindegyik gagyi volt. Nem tudom, ahogy ránéztem azokra a játékokra, így nem tudom, gagyinak tűntek. Multiversus, azt nem értem, hogy mit keresít Tehát a játékot konkrétan lelőtték, mert senki nem játszott vele. <laughs> MK1 az, az, inkább lehetne itt, de az MK1 is szar. Tehát hogy az, az sem jó. Az nem Genzi, konkrétan PS2 erre a Dragonból. Igen, a Budokai Tenkaichi, vagy mi a faszom, az, az volt elő, először, de attól függetlenül szerintem, mint játék, ezek közül csak a Tekken. A fighting game közül. A Tekken az így, az így szuper jó. Nem változott az se olyan hú, sokat egyébként, de mondjuk uh, kinézetbe sokkal jobb. De kompetitív szférában is egyébként meg nézni is szerintem százezerszer jobb, mint a Dragon Ball bármikor. Úgyhogy Tekken. Best Family. Keci. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Szerintek a Nintendo ráment a Family gémekre? Én csak azért adom egyébként a Plucky Squire-nek, mert ez, 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 ez exkluzív. Mario Party, mehetünk is tovább? Aha. Aha. Jó, jó. Jó, jó. Best SIM strategy. Hmm. Hát itt kettő van. Itt, igazából itt kettő van, vagy a Frostpunk, vagy a Manor Lords. A Frostpunknak egyébként volt nagy hype-ja, mert én úgy érzem, hogy amekkora hype-ja volt, nem élt fel hozzá. Ha? Közepes lett a Frostpunk? Láttam sok ö, nagyobb streamert is játszani vele, a kisebb streamert is, de így körülbelül kettő stream volt belőle. És onnantól kezdve mindenki elfelejtette. De én az e-maileket non-stop kaptam be, az meg kb. két hetente, hogy, hogy jön a Frostbank, jön a Frostbank, update Frostbank, ez meg az. Még hmm. valaki azt tudta például, hogy kijött? Manor inkább, nekem is Manor inkább. Ezeket a, a Age of mythology szerintem így nem tudom, az, az, az számomra egyébként az semmit mondó játék. Ez a másik kettő meg ögen, meg tehát uh, nulla. Nulla az info itt nálunk. <laughs> Na ez! A kategória, amit hogyha lehetne eltörölni a bütös picsába, az ez. Miért létezik ez a kategória? Nem, itt nem kell szavazni. Tehát itt nem kell szavazni. Itt, itt semmi. Minden egyes játék ugyanaz. Nincs különbség. Miért létezik a kategória? semmi innováció benne, semmi nem történik benne, az meg csak pénzlehúzás az egész, a nagy része. Az F1 azt szerintem az amúgy így oké, és meg minden, de hogy így... Ez, 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 nulla. Best Multiplayer. Uó. Na itt kiderül! Kiderül az igazi barát, és ki az ellenség. Na itt kiderül! Hát semmiképp nem a kod lesz. Ezek közül? Abszolút. Szerintem a a rettetően szar. Ezt alá is támasztja egyébként az a tény, per ö, én tapasztalatom, hogy a játékot nem lehet játszani csak hardcore-ba, és egyébként, csak jelzem, hogy amit mondtam még a béta alatt, az inkonzisztencia egyébként a fegyverekbe és a sebzésekbe, na az, most érdekes módon elkezdtek a TikTokban is gyártani a tartalmakat belőle, hogy amúgy Tényleg így van. Azt meg, hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Tehát, hogy az van, hogy minél jobban játszol, annál kevesebbet sem ez a fegyvered. <laughs> Good design, bro. És ezen kívül ugye a skill-based matchmaking is, ami elvileg nincs, hát de, Te mégis van. <laughs> Úgyhogy, az a multiplayer, az, ez, 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 ez kurva szar. Tehát, hogy ez a kothatnak a multiplayer szerintem szar. Az egyetlen élvezhető aspektus ennek a játéknak a zombi volt. És az tök jó volt amúgy, az easter egg hantolás. Az jó volt, a kampány szerintem egy, 3 per 10, a multi az meg az 1 per 10, ez nem szar. Ezek közül a négy közül a Helldivers a tökélvezhető volt az elején, Super Mario az családgép, Tekken 8 egyébként szerintem kurva jó multiba, de nekem nyilván így biased, meg izé, meg csak is Space Marine fan. De hogy így, Tekken 8-at élveztem, Helldivers-t élveztem, Super Mario amúgy jó, de a Warhammer nekem még mindig. Ha lehetne, még mindig azt streamelném amúgy. Ó, ez, ez megint egy kérdőjeles kategória lesz. Recognize an outstanding creative world that faithfully and authentically adapts a video game to another uh, entertainment medium. Uh... A Like a Dragon többet érne, hogyha játszanék a játékokkal, de nem érdekel annyira a játék. Nakő az egyébként az, igen, nem érdekel se a Sonic. Tomb Raider az egyébként kurva szar volt. Ezek közül maradt az Arkane meg a Fallout. À... Mind a kettő jó. Az Arkane is jó, meg a Fallout is. Elmondom, mi a baj az arkane -nál. nekem, számomra, hogy végtelen a csavarok vannak benne. À... Nem tudom, tehát olyan, mintha 5 éveseknek csinálták volna azt a sorozatot. Szórakoztató, meg fan, meg a játékot így nagyjából így kicsit életre keltik, de hogy így konkrétan, amit néztem így a második évadból is, hogy a, a nagy vérszomjas farkaskaba, ezek hirtelen csak izé lesz. Ó, oh, a barátom, megyünk a izébe, a lófaszba. Akkor a másik, a, a, a nagy szeremónián, a nagy harc után, emberünk felsétál a színpadra egy fegyverrel, hozzátartja a fejéhez a fegyvert, és nem lelövi, hopp, leüti. Meg mindenki más bemegy, és konkrétan bemennek, azt meghalnak. Mint hogyha ugye ezért fizettek volna nekik, csak hát ugye nem azért, hogy meghaljanak, De mindegy. Szerintem a Arkénben végtelen bugyotasztorik vannak egyébként, így, így, nem tetszik amúgy az a része. Ugyan ugye az első év vannak a végese tetszett, az is szerintem így. Az gagyi volt, passzeng. Attól félre, hogy jó, mert élvezetes, de nekem ezek közül Fallout hogyha választani kéne. Ebbe is voltak gagyi dolgok, de ez sokkal inkább közelebb van hozzám, mint, a, mint, a, mint az árkén. A ez az majd december 10. Az majd jó lesz, az fixen. Most anticipated game, legjobban várt játék. Hát amúgy ez, ez, ez ilyen overkill, nem? Tehát ez, 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 full overkill. Igen. A Destiny 2 nem tudom, ki várja egyébként, nem tudom, szerintem egy UPC szimulátor, vagy egy UPS szimulátor. Ghost of Yeti amúgy az biztos, hogy jó lesz, Metroid Prime 4 az biztos, hogy jó lesz, Master Hunter Wilds, igen, Master Hunter nem tudom, hogy miért élvezi bárki amúgy, de, de nyomják. Két éjjel hat amúgy, azt meg kb. mindenki várja. Bár nem is tudom hány éve. Úgyhogy ez kb. egyértelmű. Content creator of the year. Miért? Miért? Miért vannak benne? Mi, miért lehetnek benne egyáltalán? Ezek közül az egyetlen, akit ismerek, az Készó. Ugye ver, ver kuku, gondolhatod. Kész, szóval amúgy vicces, nem tudom, ő, ő, ő amúgy így, így, vicces tud lenni, meg így, meg így, jó arc tud lenni, de ezek, ezeket fingom nincs ki kezek. Next. Legjobb esport játék. Legjobb kompetitív játék. Hol van Flexike? Az is jó kérdés. Hol van Flexike? Hú, A dota az még mindig nekem nagyon hozzá, közel, vagy közel áll hozzám, így nagyon jó, meg minden, de így a dotával embereket megfogni már nem lehet. Kéz. Ennyi volt a dota időszaknak, így nem. Amúgy. Vége is, pont. Tehát ott, ott, már embereket nem nagyon tudsz megfogni. Legendák ligája számomra még mindig egy, egy végtelen bugyut a szar Mobile Legends bag, bag életemben nem hallottam róla, de hogyha tippel nem kéne egyébként csak így vakon, ez egy, ez egy lol copy egy az egybe, egy telefonra. Ami nem a Wild Rift, hanem, hanem más. Dotának mi a lényege konkrétan? Az, hogy egy MOBA konkrétan. A Valorant azt meg szerintem ezek közül így soha, soha nem fog nyerni. Tudod hogy így, ah, de, ne, ne, de amúgy lehet, hogy nyerni fog tényleg, mert valaki rászavaz egyébként, a sok genzé 5 éves biztos rászavaz amúgy, de szerintem a Valorant a Cséhez képest például így szar, de lehet, hogy csak én vagyok öreg. Mert a Valorantba az egy 10 másodperc alatt hatféleképpen villog a monitorom féle színbe. Aló, a nyeri kérdés nélkül? Hát a, a mostani bajnokság, meg a reklámok miatt biztos, hogy a, a, a lol is van sok esélye. <coughs> Ezek közül amúgy, ha választanom kéne most, nekem vagy Dota, vagy csé. De hát a Dotát ugye hiába, mert szerintem, majdhogy nem, senki nem nézi. Úgyhogy ja, marad a che. A csét meg még én is szeretem, vagy nézni, azon kívül, hogy szarvék benne. Ah, legjobb esportatléta. Aha. Na jó van. Skip. Legjobb esport team. Eh, aha. Skip. Jó. Player's voice. Uh, free rounds, free chances to vote. Az lesz majd ilyen nézői szavazatok játék? Na mondtam, hogy a végén skipelni fogunk egy-kettőt amúgy, mert hogy ezeket nem vágom se a legjobb esport csapatot, se a legjobb esport playert, igazából ezeket nem követem, úgyhogy ez nem igazán van releváns véleményem. És szeretem a LOL, de esport szinten oda basz, messze jobb, mint a többi. Én nem, én nem nem, 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 tudok egyszerűen a lolnak szavazati pontot adni. Minden karakter ugyanaz. Ugyanúgy, ugrál minden, ez, öt, faszeg, taktikának a taktikának a minimális része van meg. Úgyhogy, ja, akkor ennyi volt a, a szavazgatósdi. 10. 25, pont belefértünk, de meg van az én szavazatom, hogy én mikre szavaztam, aztán kíváncsi leszek, hogy mik lesznek majd decemberben marha, hogy community -e van. Jó, attól függetlenül nekem nem kell, hogy tetszen. Tehát, hogy én örülök neki. Tehát, ez tök jó. Csak nekem nem tetszik. Tehát így Ez az én szavazatom, nem a community. Uh, úgyhogy ja, igazából ennyi ke. Kiderültekik az ellenségek? Igen, igen, igen. A kód az most, az most tarolni fog, gyerekek. Ha a kód megnyer bármit amúgy, az legalább annyit elmond a társadalomról, mint hogyha a Dragon Age Velgarde megnyerné a Best Innovation... Ö... ...díjat. Tehát, hogy így... De nem tudom, tehát hogy az embereknek a fejében mi történik. Nem tudom hogy hogy lehet a legjobb esport csapatra szavazni, mármint oké, okay, választasz egy esport csapat, de milyen game PUBG vagy Rainbow esetleg LOL. Ki volt írva a... hogy melyik csapat? Ott van, látod? Ott van, hogy mit tudom én... Bilibili Gaming, ugye, lol, Genji, lol, Navi, C, T1, lol. Oda van írva mindeniknek alá, úgyhogy tudsz alazni, hogy melyik csapat melyik játékban. Mindenki krapa ellensége, akinek van ízlése. I mean, no, hát hagyd tetszett neki a játék, ezzel nincsen baj. Csak bazzánk, attól függetlenül, hogy... objektív megközelítés. Hát ha nyer a kód, akkor egy évig még kijön a kövi hallgathatott kapit. Az biztos! Biztos lehetek benne, lehetek benne, hogyha megnyer bármit a kód, akkor azt egy éven keresztül hallgatjuk, hogy Látod, cucu? Én mondtam. Megcsinálták. De megán. Borzasztó rossz volt a kód. Borzasztó. Best multit a viszi el, objektíven nézve 20 millióan játszák. Remek. Attól még nem lesz jó. Azt is elmondtam, hogy miért. Úgyhogy ja, igazából ennyi kell. Szavazatok letudva. tudva, uh, like csengőcske.